Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, egy ígértem nektek, hogy egy-két újabb játékkal fogok nektek jelentkezni, hát akkor most fogjátok is látni, ez a Woodworld játék. Most elkezdek egyet egy ilyen EU szerveren, elvileg ez alapszerver, tehát nem lesz itt, tehát mert találtam olyan szervert, ami százszoros, olyan úgy, mint a Rust, meg minden. Most úgy látom, pont jön az éjszaka, szóval lehet, hogy szívás lesz. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebből is szeretnék nektek egy jó pár videót majd készíteni. Ugye nem tudom még, tehát most nem régóta van ez a játék meg, és szeretnék belőle ezt is kipróbálni. És akkor lenne majd három Survivor játék, ami folyamatosan fog futni, de basszus már fázok is. Szóval gyorsan csinálnom kellene valami tűzhelyet, közben vagy Bobit halljátok a háttérben, mert ő tolja az armát. Megpróbálok ilyen fél órás videókat csinálni, vagy ilyen 20 perceseket, ahogy szoktam a másik sorozatból, a hegylakóból. Majd mindjárt gyorsan nekikére is kraftolunk egy ilyet. Ja, hogy ezt nem tudjuk lekraftolni, mert hogy 10 fánk van. Oké, és hát akkor lehet, hogy úgy kezdődik ez a játék majd, hogy halállal, mint általában állam az összes játék. Na mindegy, meg nem is találok ilyen dolgot, amiből lehetne most gyorsan valami tüzellőt, egy tűzifát csinálni, ugye, de itt van a gyerekek, de akkor így gyorsan. Ez üres. Bü-bü-bü. Kurva szépen az jó kell, hallod? Baszki, nekem nem is az kéne, hanem tűzifa. Ugye tűzifát, de várjál csak, ha már itt vagyok, akkor csinálok gyorsan egy baltát. Aztán lehet, hogy azzal könnyebben fogok tudni haladni gyorsan. De ugye egy ilyet meg kell csinálni ahhoz, hogy gyerekeket, ott van, a szét fogom tudni ütni, abból lesz valamennyi fa. Ugye, de tehát elvileg abban a játékban meg azt nem lehet, hogy hát ezt lehet, hogy nem fogok tudni. Anyád most meg elszaladt. Mennyi, még mindig kell fa. Ott van, ott van, ott van. Ugye akármit nem lehet azért szétütni ebbe a játékba, tehát azért azt tudni kell, hogy a rendes fákat nem lehet, csak ezeket a kidőlt farönköket. Oké, és na, szuper. Most gyorsan vissza kéne rohannunk. Csórikám már bajszéjjel fagy. Gyorsan visszafutni ahhoz a masinához, és gyorsan lekraftolni egy tűzi, hol találjuk a, hát gyerekek, nem akarok megdögleni, de várjatok, itt van Campfire, na. Úgy. Csórikám már itt reszket ezerrel. Na gyorsan valóban le kéne rakni. Ez az. Tehát ugye nagyon közel meg nem lehet menni hozzá, mert so hungry. Ja, közben dubál, hogy éhes vagyok. Ugye nagyon közel meg nem lehet menni hozzá, mert akkor meg lázas leszel, vagy micsoda, tehát... Ugye, és az benne a jó, hogy tehát ezek a dolgok el fognak tűnni, tehát... Hogyha kiürül a campfire, akkor utána ez el fog tűnni. Tehát el fogja itt hagyni a dolgokat. Ugye, vagy kellene nekünk csinálni csákányt, ilyeneket.
majd meglátjuk, hogy mi is lesz. Közben itt elszaladunk még, ami alatt látunk, felszedünk. Ugye az üres volt. Nézd meg, itt van a kis nyúl, vagy kis kecske, vagy mi az. Azt nem is lehet... Na, megnézzük, hogy tudunk-e még valami. Aha, ilyet tudunk csinálni? Nem. Összönnyi fa kell. Ugye F2 külső nézet, hát látjátok, hogy csupa... Csupa vesztelen a karakterünk. Kíváncsi vagyok, srácok, igazából, hogy hogy fogunk tudni autót meg az ilyeneket csinálni, mert ugye ezekben azért vannak autók. Ugye nem beszélve arról, hogy még kellene majd... Ez mi volt? Ez nem tudom, mi volt. Ugye a maradék fát kiszedjük, és hajtunk tovább. Gyerekek, majd valami épületet is fel kellene rántanunk. Nem tudom, hogy fog működni. Na, most meg még mindig fázik, hát ne kúrjál föl. Ugye azért jó, mert valamekkora inventorid azért van, ugye? Azért abban valamennyit lehet pakolni. Amúgy vannak a szerveren, nem tudom, hogy azt mutatja valahol, hogy mennyien vannak a szerveren, de mikor felcsatlakoztam, akkor voltak. Elvileg azt írták, hogy ebben nem lesz vibe. Mert van, amelyik tehát mutatja, hogy csatlakozó fel, hogy hány nap múlva lesz vibe, meg ilyenek. Elvileg itt ez azt mutatta, hogy nincs vibe. Hogy nem lesz vibe az elkövetkezendő akármennyi időbe. Na, szóval gyorsan űzni kell, hajtani. Űzzük, hajtsuk. Ugye csinálni kéne majd nem is tudom miket. Legalább íjat. Olyan, mint hogyha valaki íjazza, nem? De valaki íjaz, baszki, engem valaki támad. Azon nyert neki, hát gyerekek, én barát vagyok. Akkor ide el kell futni. Befutunk ide a hegyekbe. Jó, hallottam én, hogy valaki íjaz. A betyárját, hát azt én mi a picsával? Talán így ilyen helyen el lehet bújni. Gyerekek, itt van egy ilyen izé. Ezt még fogadjuk, én raktam le. De nem biztos. Tudok csinálni ilyat. Sima íj. Nem, mert kell hozzá csont, meg nem tudom mi. Srácok, lehet, hogy ezt tényleg ír... Hát nem biztos. Lehet, hogy nem ezen a szerveren voltam, nem tudom. Nem tudom, mi ez az eres, srácok, de... Ezt ne vártad a kilőni. Nem lehet felvenni a sziklára? I need to eat. Ahhoz persze, szükséged van a kajára, aha. Azt mondja, hogy ő éhes. Apát pöcse az éhes. Na. Gyerekek, kell a picsának. Várj a toppost akkor. Hoppá, akkor de ezt kell levenni. A muzsikot, bocsánat. Na, így.
Már nem tudom, hova lett Jóska gyerek. Jó, hogy itt hátba támadjon. Aha, itt is. Húha, gyerekek, azt hittem, hogy itt már valaki épít. Ugye azt még nem lehet felszedni. Mindegy, menni kéne valamit. Várjátok, most már ízét tudok csinálni, dárdát. Aha. Na, a dárdát tudok csinálni. Na, gyerünk. Már valami kaját kellene. Amúgy észre lett, hogy sokan, tehát mindenki így a hegyekben, lehet, hogy máshova nem is lehet építkezni. De nagyon sokan mindenki a hegyekbe építkezik. Amúgy nem tudom, tehát szerintem itt ebben nincsen térkép, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy mi hogy kell majd. De azt hittem, hogy az első fél órába bele fog menni az, hogy gyorsan összedobunk egy bész, de úgy látszik nem. Jó, még van idő, de... egy íjat nem ártott volna. Gyorsan, hogy csinálunk, megpróbálok csinálni egy csákányt. Na, ilyet tudunk csinálni. Na, oké. Csákány, várja, weapons. Ilyat még akkor nem tudunk, nem meg kell hozzá. Gyerekek, pisztoly. Sniper, shotgun. Na, akkor gyorsan neki kéne állni. Lootolni. Meg... ugye nekünk majd kell csinálni ugye olyan fél kalapácsot, mert azt hiszem kalapáccsal lehet majd építkezni. Szóval... nem tudom még, mert annyira nem vágom a játékot, tehát nem játszottam vele. Mondjuk jó a loot, az jó, az van bőven. Ugye errel, hogyha megnyomod az R betűt, mondjuk, igen, itt, a dárdán, ugye akkor így fölemeli, és akkor tudod dobni. A gyerekek, még egy jó szágot nem tudtam így. Nézd meg, mellé dobja, basszus. Tehát mellé dobja, akárhogy is. Várjátok, ha ide majd megpróbáljuk. Ja, R. Hát gyerekeket, itt nagyon be kell lőni a dolgokat. Meg kell tanulni, hogy mi merre, hány méter. Mert... hagyjád be, el is futott, na mindegy, kéne. Mit szedtünk már? Ezt a zöldből szedtem. Na, ez szuper. Nézd meg, hogy szalad. Ilyet el se tudjuk kapni, gyerekek. Nem tudom, hogy itt vannak egyáltalán rédelések, ilyenek, srácok, nem tudok semmit. Tényleg annyira, nem, vigye, meg fogok halni. So hungry. Mondom én, gyerekek, itt mutatja az alsó csíkba, a piros feletti csíkba, hogy nekem kéne valami tápanyag. De nincs is olyan kis kecske, amit le tudnék ölni. Legalább egy... vagy valami gyümit találnék.
Ugye vannak olyan jószágok, amik nem futnak el. Azt ne kérdezz itt, de ott van már, ott fut. Mindegy, csinálunk egy tűzhelyet, ha már itt vagyunk. Hogyha mégis arra kerül a sor, hogy... Hol vagyunk? Hogyha mégis arra kerül a sor, hogy tudjuk... Nézd meg az anyját neki, hát... Íjat kellene csinálni, de íjhoz meg kell kötél, ahhoz meg megint olyan jószág kell. De még ezért se találok valami narancsot, hogy valami narancsot se találok, hogy legalább azt tudjak. Baszki, és ez meg hosszú volt. Nem tudom, mi ez a... Ez. Ez nem tudom mi. Ha ezt leteszem, akkor itt ébredhetek, vagy... Nem tudom, srácok. Na, ugye elmondom nektek, hogy bár öltem ebbe a játékba playert, megtámadott íja, nekem is íjam volt, de viszont nekem elfogyott a íjveszőm, vagy a nyilam, és sajnos nem tudom, hova kéne, srácok. A 3 méter, azt írja. Ja nem, hogyha ez 3 perc. Lehet, hogy ez 3 percet ír. Ez a baj, hogy még itt tizéket se találok, mert találtam már ilyen narancsot, vagy mit, amit be lehetett kajcsizni. Na nem tudom. Ez egy ilyen zárt? Nem. Azt hittem, hogy ez ilyen zárt valami, és akkor... I'm so hungry. Ja, oké. Jó van, keresem basszus a kaját, ne aggódjál már. De még olyan kis kecskét se találok, aki nekem jön. Mert azt legalább meg tudom sütni. Nézzétek meg, ezt se tudom felvenni, még nem nőtt meg. Hát ez nagy szíves. Ott micsoda házikóban ment-e? I need to eat. Oké. 51 másodperc, gyerekek, és meghalok. Harminchat másodperc, ez mi? Nem.
Na jó, mindegy, meghalult is, vagy kezdjük úgy. Megy le a hátsó öcsém. Kurva szádat. Gyerekek, megdöglök. Nem tudom lerakni ezt a... Ez mi? És ilyen ládát nem tudok kraftolni. Ez a Iron Stone öcsém. Srácok, hát nem tudom most ez mi lesz itt, meghaltam. Ja. És itt ébredtem, basszus. Gyerekek, itt ébredtem, ennek örülök. Ezek szerint nem haltam meg. Jó. Oké. Okay. Gyerekek, ebből lesz az izé. Ebből lesz kalapácsuk. Uha. Hol az ajtó? Lehet, hogy kicsit. Jó. Kuc-kuc, anya. Ez az, gyerekek, túléltük. Húha, gyerekek, nagy vihar van, vissza kell menni a házunkhoz. De ezt nem jelzi semmi, hogy hol a házunk. Azt a kurva ege, gyerekek. Nagy homokvihar. Hát ez durva. Még jó, hogy azt sem tudom, hova építkeztem, de... Szóval mindegy, maradunk itt. Azt még szétszedem. Bevegyük a kéróba. Ez meg elfutott.
ki. Ezt ki akarom égetni. Azt a gyerekek, hát nagyon nagy. Nagy vihar van. Na, hogyha azt kiégettem, srácok, akkor utána szerintem az első epizódnak vége is van. Ja, kész is. Okés. Úgy az ott kialszik, és akkor az első epizódnak vége is. A muszáj kivenni a gyerekek, mert szétégek. Aha, ott mutatja, hogy jó, oké. Na, srácok, akkor az első epizódnak vége. Remélem tetszett ez a rövid kis szösszenet. Aztán majd most folytatjuk a következő epizóddal. További szép napot nektek, sziasztok!